Könyveket adományozott a bukaresti Ady Endre Magyar Tannyelvű Liceum könyvtárának az OTP Bank Románia. Az adományozás a bukaresti magyar nyelvű oktatás 200 éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepség sorozatot előlegezi meg. Május 3-a és 10-e között lesz az az ünnepségsorozat, amely a bukaresti folytonos magyar nyelvű oktatás 200 évére emlékezik. Ezt azonban több felvezető esemény előlegezi meg, ebbe a sorba illeszkedik az OTP Bank most fogadott könyvadománya. Hozzátette, büszke az iskola rendezett könyvtárára, arra azonban kevésbé, hogy azt tapasztalták, a diákok nem veszik igénybe az olvasnivalót. Ezt egy új kezdeményezéssel próbálják orvosolni. Minden hónapban a kikért könyv után egy esszében beszámol az illető diák, beadja, egy bizottság válogat, és minden hónapban 500 lej szét van osztva az olvasni vágyó, szerető diákok közt. Hát el is indult egy 3 hónapja az olvasás, kicsik, nagyok egyaránt kezdték szeretni. Tehát ezért nagyon jó, hogy az OTP Bank ezt a vonalat is tovább gyarapítja, tágítja, több könyv, több lehetőség. Az adományszállító pénzintézet vezérigazgatója Diósi László elmondta, a könyvek adományozásának ötlete akkor született, amikor lecserélték számítógép parkjukat, iskoláknak kínálták fel a régi gépeket, és azt a választ kapták, hogy számítógépük most van, de könyveknek örülnének. Minden fiókba kitettünk egy könyvgyűjtő dobozt, és ezek a könyvgyűjtő dobozok pedig nagyon hamar megteltek. Ezeket a könyveket szétválogattuk nyelv szerint, kiválogattuk belőlük a jó minőségűeket, és ezeket is elkezdtük adományozni az iskoláknak. Ennek keretébe került sor arra is, hogy az Adiba elérkezzünk. Elmondta azt is, hogy az OTP Bank Románia létrehozott egy oktatási alapítványt is, amely kifejezetten annak a generációnak szól, amely elméletileg nincs jó viszonyban a könyvvel. Ugyanakkor pénzügyi-gazdasági kérdéseket is ismertet a diákokkal újszerű módon.